Egy zenekart. Akkor találtuk ki ezt a CPG nevet, Come On Punk Group, Come On, tudod, hogy gyerünk, ezt néztük ki a szótárból, de akkor még Come On Group volt. És akkor később, ugye, mit tudom én, két évre rá, már kitaláltuk, hogy mi punkok vagyunk, és akkor Come On Punk Group, és ezt rövidítettük le utána a CPG-re. Az első nyilvános koncertünk az elsőbe vagy másodikba volt talán a középiskolába. Volt egy osztálytalálkozó, egy ilyen lány zeneművészet is osztály jött oda, és mi kitaláltuk, hogy műsort adunk a haverommal. És akkor már próbáltunk, már nem tudom, egy fél éve, érted, volt már három gitárunk, és akkor, vagy kettő, meg egy dobunk, vagy valami hasonló, három talán. Még vannak is fotók, nem sok megvan erről az időszakról. És a nagy teremben volt ez az osztálytalálkozó, és mondtuk, hogy mi a színpadon szeretnénk játszani. Haverom lenyíratta kopaszra, a fejét ilyen nagy parókába volt, és úgy léptünk be, hogy leoltottuk a villanyt, és így hátulról odaszaladtunk a színpadra, és felugrottunk a színpadra így gitárokkal. És a sötétbe szegény elvétette a lépést, és egy eszméletlen nagyot esett, úgyhogy tök összetört a feje, tehát így orra esett teljes sebességgel, parókája elszállt. Nagy döbben csönd volt, hogy mihez feloltották a villanyt, hogy szegény ott tántorgott össze-vissza. Lejátszottuk, még nem is hangoltunk össze, semmi nem volt, még így rossz gitárok voltak, nem voltak leszigetelve, és ilyen zöld villámokat, tudod, ilyen elektrostatikus fényeket dobáltak ott a sötétbe. Ja. És ti hogy lettetek punkok? Hát utána hallottunk erről a mozgalomról, vagy erről a dologról nyugaton, hogy nem tudnak játszani, mondtuk, hogy mi se tudunk játszani, érted? Ez való nekünk. Ja. Azt hiszem, itt a Juhász Gyulába volt aztán a következő buli, ahol most próbálunk, és oda már elég sokan eljöttek. Egy ilyen dugó keletkezett a Juhász Gyula előtt az utcán, úgyhogy az autók nem bírtak elmenni, nem tudtak keresztül jutni, és akkor már fölfigyeltek rám, abban az időben engedélyt kellett kérni a rendőrségtől. És ez úgy lett ez a koncert megjátszva, mint valami klubest,
ként, tehát így konkrétan nem adták le a nevünket, meg a műsorunkat, meg stb. Nem hallgatta meg a kazettánkat, hogy mit mondunk. Nekünk akkor meg már ilyen, nekem egész hosszú hajam volt, ilyen idáig érő hajam, és csináltunk ilyen nagy transzparenseket lefedőre, hogy üdvözöljük a nem megjelent rendfenntartó szerveket, meg ilyen hülyeségeket csináltunk. És akkor a tömeg ott őrjöngött, nagyon jó buli volt, ez már egy tényleg 20 percig játszottunk, tehát már valami ott volt, és egy nagy botrány keletkezett belőle. És a pártbizottságról indítottak egy ilyen vizsgálatot ellenünk, úgyhogy a KISZ-nél megbíztak két embert ezzel, hogy vizsgálják ki, hogy ez mi volt tulajdonképpen. Egy Zsuzsa nevű nő volt, meg egy férfi, nem tudom a nevét. És ők meg megkerestek minket, és így elhívtak, hogy menjünk el, beszélgessünk már velük így a pártbizottságon. És akkor, vagy a KISZ-bizottságnál, aztán bementem, nézem, ki van rakva a neve az ajtóra, na mondom, ez biztos valami nagy kutya lehet itt, de úgy jöttek oda hozzánk így utcán, hogy ők, mit tudom én, egyetemisták, és ez érdekli őket, vagy olyan hasonló. Akkor bementünk, és így a szövegeket le, hogy milyen szövegeink vannak, le kellett írni, így kérdezgettek, még 56-ról kérdezgettek, meg ilyesmiről. És akkor ettől bepánikolt ugye az iskola igazgató, mert a fülébe jutott ilyen pártvonalon, ugye ő párttag volt, vagy nem tudom kicsoda, hogy vizsgálat van az iskola tanulói ellen, ez ilyen elitista iskola volt különben itt Szegeden, ahol én jártam, és így nagyon vigyáztak a hírükre. És ők kitalálták ezt, hogy tehát ez az igazgató, hogy azonnal ki kell, hogy rúgjon engem, hogy ne is, tehát semmiféle asszociáció nem merüljön föl az ő iskolája és ilyen elemek között. És ki is rúgott, tehát behívatta anyámat, és megmondta neki, hogy vegyen ki, mert ő akkor kirúg. És akkor kivett anyám az iskolából azzal, hogy az igazgató megígérte, hogy akkor estin járhatok. De nem volt ilyen esti szak, úgyhogy nem lehetett oda járni végül is. Közben ez a KISZ vizsgálat ez lezárult, és ők olyan jelentést írtak, gondolom, hogy, tehát, hogy mi nem vagyunk végül is veszélyesek a társadalomra, nem is tudjuk, hogy mit csinálunk igazából, tehát nem akaratlagos ez a dolog, stb. De viszont így mondták, hogy írjunk más szövegeket, meg ne csináljunk ilyen transzparenseket, ők azt javasolják, és nem is engedt, tehát nem lehetett többet játszani itt nekünk Szegeden ezen a néven. Ma estéren találkoztunk mindig, illetve oda jártunk ki mi is, meg a Güzőjék is, akkor még ilyen, nem tud, rossz szemben néztük, hogy a hosszú hajú fickó volt, még ilyen nagyon lerobbant, ilyen volt komának tűnt. Aztán valahogy megtudtuk, hogy zenének, meg nekem is volt egy dobom, hát illetve nem nekem, hanem nagyanyámnak dobolt régebben. Fölültem a biciklimre, aztán elmentem még útra, mert ott laktak. És akkor mondtam nagyon jónak, hogy körülmények az a dobtucot a padláson, mert nem, akkor fölül csomagtartóra. Aztán elhoztam, aztán utána jött ez a marsteres időszak, és akkor Güzőjék pont nem volt dobosuk. Volt is egy buli, hogy dob nélkül játszottak. Aztán hát így. Volt a foglaltházban, mi foglaltuk el. Ott volt egy nagyon állat próbahely, ott laktunk szinte. Vége volt a sulinak, mentünk oda, ott éjjel-nappal próbáltunk minden nap. Jó, de jó volt. Ilyen magas csirkeszar volt benne, komolyan. Úgy lapátoltuk ki az ablakon, aztán mindent lemeszeltünk. Megcsináltuk, jó volt. Szerbusztok, gyereket! Sziasztok, felekszeltek! Meleg szeretettel köszöntelek benneteket! És hát nagyon örülök, hogy itt van mindenki! Ilyenek a punkok! We'll be right back.
kitiltottad magad a kizből, kirúgattad a kizből, az kész, ennyi. Suliból. Meg a suliból él, melyet taláncsoltak, hogy na jó, lépjél tovább. Tehát semmi mást. Ez volt a... A házi rendben benne volt, a CPG-vel barátkozni. Tilos, volt ilyen házi rendi pont Szegeden. A Bedrich nevezett iskolában, hogy a CPG-vel barátkozni tilos. Az iskola házi rendjében benne volt tilos. Ott volt egy csomó haver. Voltak, az 81, 80, 81, be így. Akkor nem sokat ebben szavak erről mesélni szerintem. Kicsi, ez egy nagyon rossz hírű megye Szeged volt a kommunista időben, úgy hívták, hogy Polpat megye. És tényleg itt elég, tehát a kommunistát nagyon kevertek itt. Nagyon figyelték az egyetemistákat is, meg mind a kultúrát is, tehát zenét, minden. És itt féltek, gondolom nagyon. És akkor kezdődött ilyen igazoltatgatásokkal így. Úgy is néztünk ki, tehát ilyen föltűnő ruhákba jártunk, és így ránk szálltak alaposan a rendőrök. Miután kirúgtak az iskolába, dolgozni kellett, ott ilyen munkakötelezettség volt, és így próbáltak minden áron börtönbe dugni. Tehát így naponta többször órákon át igazoltattak az utcákon, de mindig így kerültük a rendőröket, mert nem akartunk. Ugyanaz a rendőr ugyanúgy megállított, ugyanúgy fölírt, mint két órába előtte, érted, vagy az előző nap, tudta már fejből az adatainkat. De hát, érted, ilyenekkel próbálkoztak, hogy ültünk a Csillagtéren, itt az egyik téren, barátaimmal dumáltunk, egyszer odajött egy fickó, azt mondja, te vagy a Güzű. Mondom, én is. Így a kezembe adott egy üvegsört, meg egy sörnyitót. Azt elment. Mondom, egészségedre, azt hiszem, azt mondta. Elment. Mondom, Jézusom, így gondolkoztam, megígyam, ne ígyam, elmondom, én nem iszok, ki tudja, ilyen, még nem ott még sörnyitót is adjon, érted? Én mondom, nem kérem, kéri valaki? Mondták a többiek, hogy jó, valaki ott mondta, hogy igen, kinyitotta, megbizéltük, megszagultuk, nem, elkezdte inni, és a rendőrök rajtunk ütöttek akkor. És így megpróbáltak elvinni engem, érted, oda küldtek egy ilyen ügynöküket, vagy egy besúgót, vagy mit tudom én ki, hogy adja a sört, ha én iszom a sört, akkor tilos volt sört inni utcán. Akkor puff, elkapnak szabásért, és 30 nap érted. És akkor, hogy nem én ittam, ugye, hanem a haveromnak, akkor őt vitték el, jó, meg beerték be. Belém csak belém rugott az egyik ilyen akciócsoport volt, ilyen kommandós félék, egy kurva nagyot a lábomba, tudod. Megmondta, hogy majd elkapunk, még ne félj. Tehát így dumáltak, ők nyíltan ment ez, érted. És akkor történt egyszer, hogy elindultam, jöttem haza este, a basszus gitáros gyerektől egy kazettás magnóval, az ő kis kazettás magnójával, meg volt nem három kazetta. És este 10 óra fel, vagy 8 óra fel mentem a házunk felé, és álltak a rendőrök a ház előtt, egy kocsiba ültek, azt lesték az ajtót, hogy mikor jövök. És akkor megláttak, gyors rám világítottak, odahajtottak, érted, egyből motozás, személyigazolvány, mi ez a zsebembe, ez mi, tudod, ilyen, és hogy mi ez a, mi van a kazettákon? Hát mondom, zene, mi zenénk, kié ez a kazettás magna? Hát mondom, a basszusgitárostól hoztam, akkor ez biztos lopott, tudod, elvitték, hogy leellenőrizzék a számát, a kazettákat is egyből vitték, és behívattak egy pár nap múlva, azt mondták, hogy izgatás, bum, egyből beraktak 72 órára, tudod. Utána, mit tudom én, két nap múlva lehoztak a fogdáról, akkor ültem először fogdán, és mondták, hogy, tehát elkezdték, mondták, hogy a magnó az nem lopott, azt visszaadják, az haveromé volt, tehát, és hogy a kazettákon pedig, ahogy játszották le a számokat, meghallgatták persze az összes kazettát, a két szám között a háttérben valaha Szabad Európa volt. És úgy kezdték persze, hogy hány számot hallgattunk, ugye, hát mondom, mit tudom én, egy párat, de mégis ötöt, négyet, tudod, mert a harmadik szám után volt, pont a Szabad Európa szignálját lehetett hallani, és utána kész, paf, utána újra egy szám volt, tehát szöveg nem nagyon volt, vagy mit tudom én, valamit kvartyogott három, vagy fél mondatot, érted, a bemondó. Ennyi volt. És akkor ebből csináltak egy ilyen izgatási ügyet, ugye elengedtek szerencsére, de a bíróságra el kellett, tehát vádemelés megtörtént, tárgyalás is volt. Erre jöttek le a szamizdatosok Pestről,
a Haraszti Miklós jött le, azt hiszem, még valakivel, és ez hát nem állt meg végül is, mert ugye ez gyűlöletkeltésre nem volt alkalmas. És attól, akkortól kezdve ismertük mi a szamizdatosokat. Az ügyvéd is nagyon-nagyon ügyes volt. Azt mondta az ügyvéd, hogy az volt a fantasztikus érve, én azért nagyon megdicsértem a beszélőbe, hogy hát a diszkózene volt azon a Szabad Európás Szalagon, a punk közismerten ellensége a diszkózenének. Hogyan hallgathatták volna meg az ellenséges kommentát, amikor a diszkózenét a punk nem hallgatja? Emlékszem erre a kifogás, ez nagyon profi volt. És a sajnálatos módon a bíróság még nem vette ezt a érvet, még a finom érvek forradalma Szegedre még nem ért el akkor. és ehelyett csak azért mentettek föl titeket, mert nem volt bizonyítható, hogy meghallgattátok az ellenséges kommentát. A kádárizmusnak a virágkorában vagyunk, a 80-as években, a liberálisnak mondott engedékeny kultúrpolitika idején, amikor az, aki fejedelmi többesben beszél, annak némi bírálatot is megengednek, és azzal az illúzóval élhetnek a művészek, a kultúra emberei, hogy tulajdonképpen picit mindig növelik a szabadságot, amennyiben együtt működnek a acélártásnak, mondjuk a helyi kádereivel, a zenében Erdős Péterrel, mondjuk az irodalomban Kardos György kiadóigazgatóval. És hát a zenében azonban ugyanúgy, ahogy az irodalomban lehetett túlmenni a falon. És a punk életmódban, zenében, szövegben, egész habitusában ugyanarról szólt, amiről a mi szamizdatunk szólt, amit a Szent Jóbi barátom úgy fejezett ki, hogy légy tilos, tessék túlmenni a falon, és csak azt érdemes, válaszd a szabadságot. Na ez tilos volt, de ám mivel ezek a zenész gyerekek nem voltak akkor már ismert értelmiségiek, őket elérte ugyanaz a sors, ami minden értelmiségit, aki nem dalolt együtt, elért mondjuk Romániába, Csehszlovákiába és máshogy, mentek a börtönbe. A CPG-nek volt egy pere Szegeden, amelyről mi csak Pálinkás Robitól szereztünk tudomást, aki egyébként egy másik izgatási pere hívott le engem Szegedre, és akkor tudtuk meg azt, hogy itt már volt egy, amely érdekes módon felmentéssel végződött, habár csak bizonyíték hiány, tehát nem bűncselekmény hiány. És ekkor én riporterbe vágtam magam, és ugye gúnyosan azt írtam a beszélőben megjelent tudósításomban, hogy sikerült újságírónak néztek, hiszen az újságíró egy hivatalos státusz volt akkoriban, és be tudtam menni a másodfokú tárgyalásukra, és erről tudósítottam a beszélőben. Igazi, koncepciós per volt provinciális sötétségbe elrejtve. Hogy elmegyünk Pestre, ott még nem ismernek, és akkor ott fogunk játszani. És föl is költöztünk, hát ez elég nehéz volt így megszervezni mindenkinek, érte, tehát a munkahelyeket ott hagyni, stb. Fölköltöztünk, hárman mentünk, az énekes, a dobos, meg én, aki a Béla, Kutyi, meg én. Első héten hazajöttünk ide Szegedre, itt igazoltattak ugye újra a rendőrök, és egyből fölüzentek a fönti rendőrségnek, úgyhogy már a következő héten már ott voltak a rendőrök, és aztán rendszeresen jöttek folyamatosan, minden este jöttek a lakáshoz. Ugyanaz a körzeti rendőr jött, úgyhogy már úgy feküdtünk le, hogy kiraktuk a személyt az asztalra, meg nem zártuk be az ajtót, akkor bejött, mindig ránk világított, hogy személyigazolványokat mondtuk, hogy ott van az asztalon. Szerettek minket a pestiek, gyorsan lettek haverjaink,
Árvai Viktorra, nem tudom milyen zenekara volt, mi volt őnek is, tehát mindenkinek zenekara volt, akit ott ismertünk. És a VHK-sokkal voltunk, és eszméletlenül néztünk ilyen nagy piros hajakkal, meg betűve, nekem ilyen pár duc mintás volt, hogy így le kellett vágni tök kopaszt, amik albérletet kerestünk, meg sapkákba mozogtunk. A budapesti geodéziánál dolgoztunk, ahol a nagybani piac van, nem tudom milyen tér, az már elfelejtettem. Bosnyák téren, igen. Ez is mentünk munkát keresni, és pont egy razziába belepottyantunk az ajtó előtt. És így odaadtuk már személyinket a portásnak, hogy írja be, hogy fölmehessünk, és így elvittek a rendőrök onnan. Így egyből híre ment az egész ilyen irodai épületbe, tudod, jöttünk utána, kiszabadultunk, másnap jöttünk megint munkáért, tudod, már így izéltek, hogy jó, ezek voltak itt tegnap, akiket elvittek. Ja, de fölvettek dolgozni. Először utcaseprők voltunk, ez ilyen alkalmi munka, csak rohadt korán kellett kelni, mert fél öt vagy öt órakor ide odaértünk. Ez jó volt egyébként, jó meló volt, aztán elmentünk sírásolnak, de a tél volt, a cinkutai temető, meg olyan kemény föld, meg minden hideg. Aztán az is abban maradt, mint a vagonkirakodó volt, ami rövid ideig, aztán maradt, lett a geodézia. Amik közben próbáltunk. Aztán jött a rendőrség. Közben egy-két buli koncert, mondták, hogy keresnek. Fogalmunk se, miért. Ártatlanok van. De hát tényleg nem. Először nem is tudtuk, hogy mi van. Úgyhogy egyáltalán ezzel így foglalkoznak. Nem volt pénzünk, fáztunk, tehát állat. Hideg volt, de nagyon jól éreztük magunkat. Ugye minket kikiáltottak punknak, és akkor a CPG is úgy vett minket, hogy punk. Bár szerintem belül ők azért látták, hogy ott ez egy nyugdíjas tánczenekar hozzájuk képest. És én akkor a közgázon voltak elég nagy ilyen avantgárd bulik. Azért mondom, hogy avantgárd, mert a marginális értelmiség járt oda. És én úgy gondoltam, hogy én felléptetem őket, mert azt láttam, hogy bennük már nincs semmiféle tisztelet az iránt, hogy soha közönség vagy kevés. Ők akkor is elvégzik a saját művészetüket, ha bármi. Bármennyi közönség, vagy bárki ott van, egyszerűen észbontóan őszinték voltak. Játszottunk a Fiatal Művészek klubjába, Megyfa utcába, Angyalföldön, egy kozák téri művházba. Ott mi történt? Hát nem tudom, mert botrány, érted? Ja, csirkedarálási gondolat. És hát elég jó koncertek voltak, érted, őrjöngés mindenhol, tetszett nekik. Egyszer kitaláltuk, hogy, tehát volt egy ilyen füzetünk, amiben az ötleteket írtuk mi föl. Mindenki, hogy kitalált, hogy mi legyen a koncerten, stb. És volt egy ilyen, hogy kössünk ki egy csirkét a mikrofonálványhoz. És akkor, miért van csirkét? Hát mint egy tyúkol, érted, úgy nézek ki a színpad, egy ilyen hülye ötlet volt, semmi különleges. És gondoltuk, hogy ezt megvalósítjuk, mert a laktunk, ott volt tyúkor. És egyszer kimentünk, elloptuk az egyik csirkét az esőbe. De azonnal rájöttek egy olyan órán belül így a háziak, mert a lábnyomaink meglátszottak a sárba. Bejöttek, azt mondta, így nagyon rendes arc volt, meg a nagymama, az anyukája, ilyen idős férfi volt, ilyen 45-50 éves, meg egy 70 éves anyukája volt ott, az volt a házinén. És akkor mondták, hogy hát elloptuk a csirkét, mi? Hogy adjuk már vissza. Mondtuk, hogy nem loptuk. Ez benn volt a szekrénybe. Aztán egyezkedtünk velük, aztán végül is így ráhagyták, érted? Mondtuk, hogy hát biztos más lopta el, de hogyha kell, nekik adunk pénzt, meg minden, de mindegy rá, azt adtam nekik végül is egy pár ilyen csizmát a végén, olyan boldog volt a fickó.
tök jó csizma volt. Aztán ott volt szerencsétlen csirke két napig a szekrénybe, aztán elvittük a koncertre, úgy gondoltuk, hogy kikötjük a mikrofonálványhoz, aztán utána mondtuk, visszavisszük érted, azt bedobjuk oda a csirke udvarba, azt ott lesz. Azt elkóborolt valahova. Tudod? Azt elvittük a koncertre, ezt kikötöttük, de a tömeg meg elkezdett üvöltözni, hogy csirkét akarunk, csirkét, így nyúkáltak érte. A csirkéjére, érted, el akarták kapni a nyakát, úgy kellett védeni, így ahogy forrósodott ott a hangulat, tudod. Aztán az Erdős Péter című számnál már nagyon üvöltöttek, úgymond ott dulakodott a Béla a csirkéjére, húzták a mikrofont el, a Béla meg húzta vissza az állványát, érted, a csirke meg hozzá volt kötve. Aztán mondtam a Bélának, hogy hagyja, akkor jó van, akkor adja oda a csirkét, érted. Szóltak ott koncert előtt, hogy vannak ott ilyen angyalföldi arcok, akik meg akarnak minket verni. Úgyhogy mi fölkészültünk, így oda készítettünk mindenféle botokat, meg késeket, meg ilyeneket. Az a magunkra haskedjen, ekkor a haleffa ugrált ott. Aztán meg akartuk védeni magunkat, érted? Ha valaki bánt, akkor visszaütünk. És aztán azzal elvágta a Béla a csirkenyakát, ő vágta el, és széttépte a nézősereg a csirkét így atomjaira. És akkor minden tiszta vér lett, az olyan furcsa volt, olyan volt, mint egy áldozat végül is. Le is jött egy ilyen furcsa szellem, leereszkedett így a fele, a tömegnek így magába süppett, ilyen, nekem is ilyen kurva erős lelkiismeret, ilyen levertség kapott el tőle, másik fele meg ilyen őrjöngéssé fajult, tehát én magán kívül lett a másik fele a tömegnek. És utána ugye mutogattak még évek múltán is ilyen, hogy ilyen kis fiolába, hogy itt a csőre, érted, meg a szeme. Nagyon súlyos volt. Tehát ilyen jelképpé vált az valahogy, érted, az a csirke ott. A műfaj reprezentánsai, bejelentjük, hogy elegünk van az egészből, legalábbis ebből. És mától kezdve keresztes háborút hirdetünk. Ugyanak mérgesebb címmel. Nincs határ, nincs szabály, a balszas hülye. Tehát akkor a szépséggel szintadunk. Én azt láttam, hogy van egy zenekar, aki sokkal bátrabb, mint én. Aki sokkal bátrabban mondja meg, tehát amikor ők megírják az Erdős Péter a kurva anyát kezdetű nótát, itt nem Erdős Péterről van szó ebben a dalban. Ettől még Erdős Péter persze halálra sértődhet, de hát ez legyen az ő baja. De itt a rendszerről van szó. És én úgy gondoltam, hogy nem baj, ha van ilyen. Mindig kell legyen valami radikálisabb csapat, amelyik náladnál többet tud elmondani a világról, lehet, hogy kevesebb embernek. És akkor talán egy csomó olyannak, mint mi, akik hát nem mertünk annyit mondani, azoknak kicsit több lehetőségük lesz. Az Erdős Péter nekünk írt egy levelet, hogy ő szeretne beszélni velünk. És lerandizott minket a Megyfa utcai műfházhoz.
nekem épp akkor dolgom volt, én nem mentem el. Úgyhogy végül is a dobos ment el, meg az énekes, a Nagy Zoli. Miért kértőltek találkozni? Hát gondolom híre ment ennek a szövegnek, érted, az Erdős Péternek, és a fülébe juthatott. Az Erdős is megjelent ott egy haverjával, akkor Béla odament, be volt egy kicsit rúgva a Béla, jól le volt lazulva. Aztán abban az időben már nagyon szabadon futó volt a Béla, vagányú nézett ki, meg el volt eresztve alaposan, és volt náluk egy ilyen diplomata táska, az Béla egyből kiszúrta, hogy mi van abban a táskában. Azt kinyitották, és egy magnó volt, ugye vették a dolgokat, ez egy ügyvéd volt, aki vele volt. Ő így nyilatkozgatott, meg írt ilyen újságokban, nem is tudom melyikbe írt. A Kritikába írt egy cikket, ő azt mondta, hogy ő nem jelent föl minket, de azért fölháborította ez a dolog, szitte ezt a zenei stílust. Az Erdős megírta ezt a röpiratot, amit, mint kiderült, ezt ő körözte már egy ideje. Próbálta a újságoknál is elhelyezni. És amikor ez a Kritika végül fölvállalta, tehát előtte a háttérben, gondolom a hatalom berkein belül nagy harcok dúltak, én láttam olyan dokumentumot, 81 körül, amelyik a Kis KB-tól indult, és aztán a dokumentumon aláírással szerepelt Németh Károly, Jóvári Miklós, Fejti György, tehát gyakorlatilag a központi bizottságig mentek ezek az ügyek. Tehát valahol valamilyen döntés született, egy darabig tolerálták, tehát ez volt a háromti időszaka, tehát valahol valaki meghozta azt a döntést, hogy ebben az ügyben valamilyen irányba el kell vetődni, és akkor születhetett meg a kritikai írás, és pont az Erdős Péter alig, ha véletlen. Én erre rögtön válaszoltam, és amikor átvittem az írást a Kritika szerkesztőségébe, a főszerkesztő és a főszerkesztő helyettes foglalkoztak velem. Ugyanis elolvasták az írást, mondták, hogy egyrészt nagyon hosszú, másrészt az derül ki az írásból, hogy nem az én pankjaim énekelnek, hanem az Acél elvtárs pankjai. Tehát magyarul a hatalom termelte ki azokat a viszonyokat, amelyben Magyarországon a zenén, tehát a popzenén, a rockzenén belül olyan zenei jelenségek mutatkoznak, amelyek később megmutatkoztak aztán más területen is. Ott a Béla ugye magnót ugye kiszúrta, hogy ott a magnó, akkor ott nem voltam ott, érted? Így szitták ott egymást, én úgy tudom. És utána felszálltak ugye az óbudai buszra, és a buszon beléjük kötött két arc. Én a mai napig meg vagyok győződve arról, hogy ez, tehát ez ilyen provokáció volt. És köme állandóan dumáltak nekünk így az utcán, ahogy kinéztünk. Tehát így mindig hármasban mozogtunk, vagy legalább ketten így csoportba kellett menni, mert állandóan inzultáltak. Tehát így beszóltak, hogy izé, hogy nézek, ülje buzi, meg itt dobtak ilyen üveget, meg főleg ilyen külvárosi részeken. Tehát így vigyázni kellett. És akkor itt a buszon is valami affér történt, ilyen beszólás, da-da-da-da-da-da, ütésváltás, pofonok eldurrantak, érted? Az kész. És az egyik arc, akivel aki összeszólt, tehát ez három férfi volt, azt hiszem, aki beléjük kötött, aztán ezek följelentették a Béláékat, hogy berekedtek a buszon. És olyan egy hét múlva volt a hajógyári szigeten valami koncert, és ahogy át kellett menni azon a hídon, a Bélát kiszedték a tömegbe, azt el is vitték. Aztán rá egy pár napra a Nagy Zolit is, a dobost is, ugye, mint bűntárs, az volt a vád, hogy testi sértés, és egy ilyen pofoszkodás szintű volt, úgyhogy el is ítélték őket, végre találtak valamit, érted, elítélték őket, 6 hónapot kaptak. Ezt ők le is töltöttek, nem is tudom, 4-et kellett letölteni valamelyik börtönbe. Vittek át a másik rendőrség, tudod, vitte hátra bilincselt kézzel, tudod, visznek, tudod, beszállítottak a zsiguliba, ugye, rendőr elől, sofőr, másik rendőr, tudod, gumibottal így hátrafordulva, és hátra bilincselt kézzel, azt megfenyegetett, így csapkodta a kezét, szóval nehogy valami hirtelen mozdulatot tegyen, mert odaütök. Így vittek át a egyik rendőrségre a másikra, tudod, így a kurva anyádat csinálhat, melyik az. Hogy beszélsz? A szabaduló zárkába kivitték, visszaadták a cuccaikat, minden, és akkor újra elvették a cuccokat, leszerelték, és hozták át a Tolnai utcába Budapestre, és mondták, hogy
izgatás, érted, politikai bűncselekmény, az CPG, stb. Stb. Engem fölvittek Pestre. Jaj, emlékszem, mikor Pestről láttalak. Engem vittek a rabóba, tudjuk, hozzá bilincsetek minden szarhoz, meg lekötöztek. Egy oszlopból. Mondom, magamtól mentem be, hát nem akarok készülni, hát azért jöttem be, mert ez van. Lekötöztek, vittek föl Pestre, odaértünk a Soroksárira, ahol mindig stoppoltunk Szegedre, emlékszel? És ott álltál így Szeged felé tartottad a hüvelykedet. És láttam, hogy az új basszus gitár ott van a kezedből, és így felvele kopogtam, álljunk már meg. Rossz érzés volt egy kicsit. Engem május 1-én szedtek, vagy augusztus 1-én szedtek össze. De az már a CPG miatt volt? Nem tudtam, hogy mi miatt. Engem is csak úgy jöjjön már be, kihozták a behívót, jöjjön már be Zoltán holnap, ekkor meg ekkor 8-ra. És akkor bementem reggel 8-ra, Párizsi körút 3. emelet, vagy Kossuth-Rösögöt 3. emelet. Nagy gyanús volt 3. emelet, ez már nem köztörvényes. Gondoltam, aki falat firkált, vagy ilyesmi. Harmadik emelet, ez már negyedik szint volt. Vagy negyedik, ja, negyedik. Az már negyedik szint, ott már záralnak minden. Délig ott ültem, és akkor behívott a Molnár. Tudod, medvefejű Molnár, ilyen vén tapló, az foglalja, alezredes volt akkor, ilyen öreg. Szóval nem volt magának elég a figyelmeztetésekben. Milyen figyelmeztetésekben? Soha életemben nem figyelmeztettek a CPG miatt. Hát, hogy abba kéne hagyni ezt a zenélést. Nem tudok semmiről. És akkor na, itt írja alá. Őrizetbevétel. Uff. És föl voltál negyediken a fogdán? Két napig. Reggeli görögdénye kakaó. Ott nyitják, már csukják az ajtót, mert már úriember az ember. Én nem vonultam be, és mikor be kellett volna vonulni, attól kezdve országos körözés egyből. Csak az Imre Gábor ott még üzengette is, ilyen pankoknak mondta, hogy úgyis elkapjuk, úgyis elkapjuk. És így rá is utaztak erre alaposan, tehát beindították az összes besúgójukat, stb. Stb. Nem is húztam sokáig, még egy hónapig talán. És ez úgy zajlott le, hogy bementem egy, azt hiszem, egy szombati napon a belvárosi klubba, oda a Felszab térnél. Nem is tudom, ki játszott, valami zenekar játszott. És úgy beültem a leghátsó sorba. Ott volt a bőr, azzal ott dumáltunk, és akkor egyszer csak lezárták az ajtót, és bejött az Imre Gábor, de így sötét volt, játszott a zenekar, odállt két rendőr, és egyenesen sötétbe oda jött hozzám, már tudta, hogy hol ülök, érted? Úgyhogy nem is volt előtte a teremben, van, megmondták neki konkrétan. És akkor így lekísért ott ez a három rendőr a lépcsőházba lefelé, és így odálltak autóval nagyon közel az ajtóhoz. De olyan közel odaálltak rendőrautóval, hogy nem bírták kinyitni az ajtót. És akkor mondták, hogy na jó van, akkor kerüljen meg a rendőrautót. És akkor tudod, így oldalasztunk ott, és akkor egy pillanatra ott volt egy kis égy, elrohantam, elkezdtek zargatni, így esett az eső, mert az egyik rendőr megpróbált becsúszni, egy akkorát esett, egy ilyen nyominger, tiszta vér volt, utána láttam. Elrohantam egész a Felszab térig, csak elfáradtam, nem voltam edzett, de azt rosszul bújtam el, az volt a baj, és egy ilyen kapuajba szaladtam be. Amikor nem láttak, úgy jutott előnyöm volt, már vagy 100 méter. És nem úgy kellett volna elbújni, aztán megtaláltak, azt elvittek, nem bántottak különben, beraktak a börtönbe, aztán hova is a gyors kocsiba vittek, azt hiszem onnan meg aztán átvittek egy pár nap múlva, a gyűjtőbe voltam ott, Kozma utcába kint. Kihallgatás volt pont ebben a CPG ügyből, és akkor ugye a szövegeket, hogy felsorolta a nyomozótiszt, és akkor elkezdi mondani nekem, hogy úgy néz ki ez az egész, de amiről szól az ének, hogy mint a szép piros alma, kívülről piros, tudod, és akkor utána belülről rohadt. Tehát én mondtam, te mondtad. Hát most. Nem tudom, számomra tényleg a zene volt az, ami a legfontosabb volt, meg az a végkör. Milyen politika, akkor se érdekelt, ma se érdekel. Nem is hallgatom, nem is nézek tévét, semmi. Nem érdekelnek ezek a dolgok. Ez nem az én világom. És itt volt egy arc, aki csinált egy bombát, Kaposváron bedugta a Lenin szobor lába közé, de nem robbant. Ketten voltak. Ja, nem, tehát nem, az volt a szerencséjük, hogy amit összemixeltek anyagot, az nem robbanó anyagnak minősült, hanem
De amúgy megcsinálták az órát, a gyújtószerkezetet, mindent, érte, és egy kurva agyot durrant, és füstölt egyet. Tudod, és elkapták őket, tudod, a Lenin szobor lába között a bomba vagy, mert... Sőt, büszkék voltak, csak két nem? évet kaptak, nem? Csak Szegedre nem hiszem, amikor kenyeret adtak a Lenin szobor alá, hogy mennyi haza, vagy ja, hazáig elég lesz, vagy mi kilós meknit benyomtak volna. Le volt fényképe, vízé fújva. Én a Budapesten érdekes, úgy arra jutottam, így rádöbbentem, hogy engem nem is a zene érdeke már akkor, hanem inkább a politika. Tehát így a Krassóékhoz jártam, így többet. Mit tudom én, a zenekar akkor már nem játszott, így inkább a Duma érdekelt. Soltot, Iliáékat ismertem, a Demszkit, a Krassót. Én azt kell mondanom, megértettem az elvtársakat, hogy miért haragszanak annyira a CPG-re, miért nyúltak utánuk Pesten is. Egy-egy soruk olyan volt, mint egy-egy szociológusnak vagy filozófusnak a 10 éves életműve összefoglalva egy képben. Szóval amikor azt mondja, hogy áll egy ifjú élmunkás a réten, kommunista szombatról jött éppen. Egyszerűen zseniálisnak találtuk az orosz népdal dallamot, amelyen gyerekkorában már mindenki röhögött, aki ebben nőtt fel, hogy duli-duli a réten. Megtöltötték tulajdonképpen tartalommal azt, amit mindenki gondolt. Az egész orosz nyelvről, az egész ideológiáról. Amikor azt mondták, hogy a szovjet atom is atom, a totalitást nem bírom. Ugye? Szóval akkor egyszerűen összekötötték az ideológiát ezzel a köznapi utálattal a propaganda iránt. És anarchisták voltak, azt mondták, hogy a hatalom az hatalom, keleten és nyugaton. Tulajdonképpen azt kérték, hogy gyere velünk túl a határon, túl minden falon. Ezt veszélyesnek kellett, hogy tartsák, hiszen az ifjúságtól féltek. Műfaj határait mindig a CPG-k, meg a Beatrice-ék is azért, azok nyitják a műfaj határait. Tehát mögötted, ha megjelenik egy Beatrice és az rendkívül nagy sikeres, akkor mögötte kinyílik a kapu még egy csomó zenekarnak. Ezt az a rendszer nagyon jól tudta, nem vetlenül minket, mi velünk tette tönkre, és akkor ez intő példa volt már a Hobónak, P-mobilnak is. Mint ahogy a Hobót aztán tiltogatják, P-mobil is sokára kap lemezt. Tehát ez intő példa aztán a többiek számára, vagy ahogy elkapják a CPG-t, és aztán bekaszlizzák őket. Ez intő példa a Beatrice-nek, na most hát jöttök. És akkor jön a boldog szép napok. Akkor mi, meg egy csomó ilyen kis zenekar, aki előkerült, ezek tulajdonképpen a reformokat követelték ki. Feru, azt mondhatjuk, hogy akkoriban a CPG lehetett a műfaj lelkiismerete?
Figyelj, de hát ezt nem tudom, így nem tudom megfogalmazni, de hogy a legbátrabbak voltak abban a pillanatban, az biztos. Tehát ha azt mondom, hogy 1979 körül lehet, körülbelül 8, nem, 79 körül lehet ez, de hogy a legbátrabbak voltak, az biztos. Tehát a leghűségesebbek voltak a punkhoz és saját magukhoz. Tehát a CPG sorsa is pont ez, hogy egy adott időben rendkívül bátran kiállt, és hát a realitás az, hogy ez az adott világ pedig őt bedarálta kegyetlenül. Ha minden rossz, mi új! Rossz, mi új! A jólét csendet szül! Csendet szül! Az emberek, mind némák! Mind némák! Mindenki tetűn! Tetűn! Botrány, botrány! Akarunk! Botrány, botrány! Akarunk! Botrány, botrány! Akarunk! Botrány, botrány! Akarunk! Itt mindig kék az ég! Kék az ég! Itt mindig zöld a fű! Zöld a fű! Itt nincsenek problémák! Itt mindenki tetűn! Tetűn! Azt, hogy az Erdős Péter, aki közismerten a rockzenének az állami atya volt, egy cikket eresztett meg róluk, azt jelezte, hogy igazi ellenségnek tekintik őket. A suttogó propagandának, ami körülvette őket, részben ez a cikk volt az oka, részben azonban a beszélőben megjelent írások arról, hogy itt vigyázat, zenészeket börtönöznek be, védekezésre kényszerítette őket, és a suttogó propaganda az elvtársi információs láncon keresztül ez ellen védekezett, megpróbálva őket rasszistának és hasonlónak beállítani. Az ellenzék sem vette egy ideig, tehát én úgy éreztem komolyan ezt a dolgot. Tehát azt senki nem hitte, hogy amiatt, hogy izgatás címén eljárás indult ellenük, hogy annak az lesz a vége, ami lett. Tehát az ellenzékben is volt egyfajta tartózkodás a dologgal szemben, ami köszönhető annak, hogy az Erdős Péter nagyon ügyesen összemaszatolta a mosolyt és a CPG-t. Tehát ha az ember ma 1999-ben kimondja azt a szót, hogy CPG, akkor az emberek 50-60%-a azt gondolja, hogy a cigánymentes övezet az az ő számuk volt. Holott a bíró is az ítélet indoklásában elmondta, hogy a CPG nem fasiszta zenekar. Tehát egyszer rendszerellenes, de nem fasiszta. Tehát nem voltak olyan dolgok, amik ezt bizonyítottak volna, és egyébként pont a rendszernek a tahúságát jelzi az, hogy a mosoly, aki ellen szintén eljárást indítottak, akik valóban mondhatjuk azt, hogy náci zenekar volt, hiszen cigánymentes övezet volt, a medvelakta nyomortanyag düledezőkártya vált, tehát a Románia, az egyenruhám, volt egy rendőrellenes számuk, plusz volt még egy számuk szintén valami arab dolog volt, hogy ők például felfüggesztett büntetést kaptak. Tehát miközben a CPG-t bekasszisztkatták, a mosolyt, aki náci zenekar volt, azt kiengedték. Erre mondta azt a Soltót Ilja, hogy hát igen, tehát hogy ez véletlen azért van, mert hogy a cigánymentes övezet akkor tájt a hatalomnak is programja volt. Iszonyú fantasztikus ez a Szántó Gábor műve. Ki az? Valaki töketlen újságíró, aki fogalma sincs az egészről, és megkérdezte a 15 éves skinheadeket, akik itt valami balhéztak. Ugye Mosoly a CPG-vel játszott, mert ugye ő volt az egyetlen Mosoly. Milyen skinhead zenekar. És ez tök röhelyes, hogy a Mosoly... Pankokkal együtt játszott. A mosoly a cigányos, romános, írtsuk kis szövegekért kapott, 8 hónapot kapta felfüggesztve. Így van, nem két volt. Vagy három év. De ők felszólító módban írtsuk ki, vágjuk el a torkát, akasszuk fel. Lendületesen. A jóhoz kell hasonlítani, nem a rosszhoz. Jó, csak ez melyik egy koppanás. De azért nekünk már tehát nem számít, hogy ki mennyit kapott. Nem számít, hogy persze. De valahol csak az a baj, igen, hogy nekem, hozzánk... Én viszonyítási alapnak veszem. Mi hozzánk adja ezt az egészet? Koncertünk szerintem. Ja, azért volt közös koncert, épp az előbb mondtam, hogy azért volt közös koncert, mert ő volt az első skinhead zenekar. De mivel punkokból alakult skinheadek, így senki ismerőse nem volt, meg nem volt külön skinhead koncert.
Ők akkor játszottak, amikor mi játszottunk. Tehát mi punkok, mit tudom én, a kretén szeme, nem tudom, kikkel játszottunk. És nekik ugye maradt egy fél óra, vagy egy óra hossza, amennyi volt, és akkor ebből alakult meg. Ebből jött ki. Együtt mozogtunk állandóan. Nem volt olyan, hogy skinheadek, punkok, üssük egymást, meg ilyesmi. Tök egy... És mind együtt mozogtunk. És ebből alakult ki, hogy ugye mindenki megmaradt a... Igen. Ebből megmaradt, hogy izé a cigárt pusztító gépezés, és akkor mindenki, akit ismertem, mindig mondta ezt a mi volt a... Ez nem ebből maradt meg, ez tudatosan a cigányos nótájuk? Valaki. Melyik volt az a cigányos nótájuk? A cigánymentes övezet. A cigánymentes övezet. És olyan, amikor mondtam, hogy a CPGB nekünk, de a cigánymentes övezet. Nem abból. Nem. Jött. Akivel én találkozok, figyelj, lejárok oda a rock klubba. Igen. És meg rengeteg embert kijavítottam azzal, hogy ilyen közünk nem volt az egészhez. Mindenki szó, ezzel jött. Nem onnan szedték, hogy mi játszottunk a mosolyjal. De onnan szedték, onnan maradt meg az egész. Szerinted a most ilyen 15 éves emberek tudják, hogy mi együtt játszottunk 83 a mosolyjal, marhasság. Azért tudják, mert ezt olvassák, ezt a szemetet, érted? Na, ezt mondtam én is, hogy ez nem abból jött. De ezt próbálom én kijavítani. 85-ben, 86-ban jelent meg. Ilyen egyik pillanatra a másikra megjelentek ez, hogy CPG, cigánybüfölőgázda. Ez valahonnan ez így jött. Nem hiszem, hogy ezt valaki saját magától kitalálta, vagy olyantól hallott, aki ott volt a koncerten, mert azért maraságot nem mondott. Ez szerintem ilyen tudatos konspiráció, hogy na akkor most kenjük be őket feketére ezzel. És akkor persze azóta már, mikor volt ez, 15 éve, azóta már akkori 15 évesek is 30, továbbadják, hogy igen, a CPG, emlékszem, azok voltak a cigánypüfölősek, és ez így marad meg. Itt van ez a csirkedalálásos ügy, hát gyakorlatilag ugye a CPG együttes nevéhez fűződik a dolog, a Beatrice-n keresztül én legalább 6 együttessel kapcsolatban hallottam, mert hogy a rendszer úgy gondolta, hogy erre aztán a polgár nagyon föl fog háborodni, hisz itt szadista állatok és nem tudom milyen emberek szerepelnek, akik ráadásul ki akarják írtani a cigányokat, meg akarják ölni azokat, akiket nem szeretnek, és így tovább, és így tovább. Tehát a legocskább demagógiával léptek föl. Mielőtt megint van ez a felszólalás Szennyhullám ürügyén, volt egy tévévita is, amiben arról volt szó, hogy hát hogy lehet egy zenekarnak az a neve, hogy Petting? Hogy lehet az a zenekarnak a neve, hogy ultra rock hírügynökség. Tehát ezt a dolgot, miután független volt, alulról szerveződött, ezt el kellett taposni, nem volt más választás. Egyébként jellemző, hogy ugye nagyon sokáig, miután a CPG-t bezárták, azért még voltak punk zenekarok, meg voltak punk fesztiválok, és ott azért elég gyakran előkerült a börtön ablakába soha nem süt be a nap az évek tavaszán, mint egy múló pillanatra ragyogón süt a nap, és szikrázik a fény, csak a szívem szomorú, ha rád gondolok, én CPG volt ez a szong. Szabadultam, emlékszem, egyből haza is jöttem. Jaj, nem, én még ott van is egy ilyen szabadulós képem itt van. Váltak rengetegen, VHK, mit tudom én, haverjaim, akkor már diszidálni akartam. Így úgy gondoltam a börtönbe, hogy az lesz a leghelyesebb. És akkor kijöttem, akkor egyből megpróbáltak behívni katonának, akkor még 2,5 éves volt a katonaság, és nem vettem át a behívómat, hogy 3 hónapon belül, vagy valahogy így jött a behívó, hanem anyám vette át. És akkor én elmentem bujkálni, és csináltunk egy ilyen öngyilkossági kísérletet, és akkor ugye halasztást kaptam arra a behívási periódusra, a következő behívásig, mert én Liliházban voltam akkor.
és akkor hamisítottam én egy útlevelet, és úgy mentem ki külföldre. Sikerült, tehát így átértem, megláttam a Nickel Dolls táblát, na mondom, átértem, ide nem kaptak el, jó Isten érte. Bécsbe laktam egy ideig, egy hónapot, kimentem Németországba, Münchenbe voltam, de nem tetszett, akkor visszamentem Bécsbe, aztán lejelentkeztem a lágerba, és ott voltam másfél évig, nem a lágerbe, egy ilyen panzióba. A barátnőmmel együtt, ő kijött utánam, a barátnőm, aztán másfél év után elvittek Amerikába. Én így lesüllyedtem alaposan a szociális létrán, ott ilyen hajléktalan féle voltam én ott, érted, ilyen punktól, ilyen kiégett házba laktam, keveset dolgoztam, tudod. Mikor dolgoztam különben, akkor úgy helyre, tehát kaptam munkát, érted, sikerült munkát találni, akkor úgy helyre állt a dolog. 7 év után adtak útlevelet a magyarok, így hosszasan harcoltam a hajózási és útlevél osztállyal, akitől kell külföldről az útlevelet kérelmezni, és hát 93-ba talán, akkor adtak útlevelet, magyar útlevelet, ugye amerikai az még nem, tehát nem voltam állampolgár, és akkor ezzel a magyar útlevéllel hazajöttem. Egy ideig ugyanolyan kultúrsokkot kaptam, mint mikor kiköltöztem Amerikába, érted, csak enyhébbet azért, tehát így egy ideig eltartott, mire így megtaláltam magamat. Aztán a zsinagógába dolgoztam Szegeden. Árultam a jegyeket, a belépő jegyeket, és a csoportokat vezettem, akik kértek vezetést. Ez a második legnagyobb magyarországi zsinagóga, budapesti után, Dohány utcai után. Legszebb része a kupola, ezt szokták a legjobban megcsodálni a vendégek. 24 oszlop van fönn, ez a nap 24 óráját jelképezi. A fő tartó oszlopok fölött pedig 3 erkölcsi tanítás olvasható, ami a világ alapját képezi, ez a munka, a jó cselekedetek, és a Dáhaszid Gemilút és a Tóra, ez a harmadik. Tehát a Tóra olvasása, a Biblia tanulmányozása. Középütt a csillagos ég látható, legfölül pedig ugye a Dávid csillag. 37 méter magas a kupola, a harmadik legmagasabb szegedi épület. We'll be right back.
Nézd, te gyerekkorodban mi szerettél volna lenni? Micsoda, juhász. Miért? Nem tudom. Tudja, azt tetszett. Ilyen kicsi voltam, mint Áronka. Ez ő rendőr akar lenni. Ilyen rendőrautó a szirénáziktól. Egy ifjú munkás a réten, kommunista szombaton lőtt éppen. Dúli, dúli a réten, dúli, dúli a réten. Szabad képet sem matista banda, munkahőse szerepeljen rajta. Dúli, dúli a réten, dúli, dúli a... Szabadán! Hallgass. Jaj, hallgass, mert aztán megnyugodtam. Nyíkhaj. Réten. Dúli, dúli, te csöndé, réten. De jó, hát a nagyon jó. Keleten és nyugaton a hatalomért tűztelek!
csatorna.